Televízión két hónappal ezelőtt hirdette meg a Keressük Jálság hangja című énektehetségkutató versenyt, amelyre majdnem minden Jász településről érkeztek versenyzők. Az elődöntőbe 16 versenyző mutatta meg tehetségét, ahonnan a zsűri döntésére 12 tehetség jutott tovább a december 3-ai jászberényi döntőbe. Elérkezett a sokak által várt Jálság hangja televíziós énektehetségkutató döntője. A fiúk az épület különböző részeiben többnyire egyedül gondolkozva készültek fel a versenyre, a hangszeresek behangoltak, a lányok pedig beénekeltek. A fények kigyúltak, a zene megszólalt, és este 7 órakor elkezdődött a döntő. A zsűri asztalnál Bárkányi Adrián operett és nótaénekes, Sas Dániel Dériné emlékplakettel elismert zongoraművész, és nem utolsó sorban Vince Lilla Emerton díjas magyar énekesnő, szövegíró, a dal 2019 Eurovíziós nemzeti dalválasztósó zsűri tagja ült. Megható pillanatokból most sem volt hiány, a saját szerzemények mellett musicalek, Katona Klári dalai is felcsendültek, és volt olyan versenyző is, aki hangszert is megszólaltatott. A zsűri minden produkció után röviden értékelte a hallottakat, és mikor mindenki megmutatta tehetségét, elvonultak, és végül igaz hosszas megbeszélés után, de megszületett a döntés. Abszolút észre lehetett venni, hogy megfogadták azokat a szakmai tanácsokat. Tényleg nagyon apró dolgok voltak, de próbálták hozni a legjobb formájukat és beépíteni a felkészülésbe azokat a tanácsokat, amiket az elődöntőn a zsűri adott nekik. Különösen meglepő, hogy azért itt nagyon kialakult, nagyon magas, nagyon szép előadásokat láttunk. Nem véletlen volt nehéz a döntés, és függetlenül attól, hogy ez egy ének verseny, nem dal, de nyilván a dalok is befolyásolják ilyenkor az embereket, és azt is láttuk, hogy nagyon szeretik a musicaleket. Egyáltalán nem számítottam, hogy ilyen magas színvonalú lesz ez az egész verseny, és olyan emberek, amiket itt mondtál, hogy akiket régebb óta ismerek, és pici korok óta, ez mondjuk olyan szempontból is érdekes volt, hogy akkor már felettem is eljár az idő lassan, de olyan fejlődések voltak, ami leírhatatlan. A zsűritagok kiemelték, nem volt könnyű dolguk, de december 3-án, advent első vasárnapján megszületett a döntés, hogy ki az a három tehetség, akik felállhatnak a Jálság hangja című tehetségkutató képzeletbeli dobogójára. A Jálság hangja harmadik helyezettje Kalla Andrea. Fantasztikus hang, fantasztikus előadás, felejthetetlen kedvesség. Aki a második helyet elnyerte, a második díjat, nem más, mint Horváth Veronika. Horváth Veronika! Gratulálunk! És a győztes 2023-ban Kátai Viktória! Kátai Viktória! A lányok az aranyszínű mikrofonnal a kezükbe, könnyek között, mosolyjal az arcukon nyilatkoztak nekünk. A Jálság hangja tehetségkutató kulisszatitkairól bővebben a Fáma kulturális magazinunkban hallhatnak. A verseny döntőjét pedig december 9-én szombaton este 8 órától láthatják a képernyőnkön. Nekem már az volt egy ajándék, hogy rám néztek a közönségből, és azt, hogy most megnyertem, ez valami csoda, és fantasztikusan érzem magam, és én nagyon köszönöm szépen.